További 26 személyt törölt a július 21-i parlamenti választásokon induló képviselőjelöltek közül a Központi Választási Bizottság, jelentette az Ukrajinska Pravda. A CVK sajtószolgálatának tájékoztatása szerint a testület július 10-i ülésén hozta meg határozatát. A döntés az egyéni választókerületben, pártok által jelölt vagy függetlenként induló jelöltek kérvényei alapján, illetve a választásokban résztvevő pártok kezdeményezésére történt. Az Ukrajinska Pravda emlékeztet, hogy július 8-án a CVK már eltávolította 17 olyan képviselőjelölt bejegyzését, akik maguk kérvényezték a törlésüket az indulók közül. Július 11-én újabb 157 megfigyelőt jegyzett be a Központi Választási Bizottság, akik részt kívánnak venni a július 21-ére kiírt előrehozott ukrajnai parlamenti választásokon. Egy fő a Szlovák Köztársaságtól, 4-en Japánból, 27-en a Republikánusok Nemzetközi Intézetétől, 125-en pedig a Kanadem Nemzetközi Szervezettől. Ezzel az ukrajnai előrehozott parlamenti választásokon részt venni szándékozó hivatalos megfigyelők száma elérte a 755 főt. 56-an hivatalos külföldi megfigyelők, 699-en pedig 13 nemzetközi szervezetektől érkező hivatalos megfigyelők.